Hát ugye a major tornákon kívül most már úgy néz ki, hogy csak nálunk vannak Akkor pompomlányok a ez legyen bevonásra. Hungarikum? Igen. Jó ez, kell lesz szerintem. A lányok is jól érzik magukat ott. Na szóval, ha valaki kíváncsi lenne egyébként, a holland fiú bevonuló zenéje, a Panic at the Disco nevű csapat, van ilyen állítólag, a High Hopes, nekem viszont jobban tetszett Stevie Wondertől a Superstitious. Mindenféleképpen, igen. Az a svéd fiúi, aki így berobbant a mezőnybe, és tegnap nagyon jól játszott, volt 5 darab 180-asa, egy 146-os kiszállózása, nagyon jól dobta a tömeget, nagyon higgadtan játszott Andersen ellen, aki egyébként a legalacsonyabb átlagot hozta a tegnapi versenynapon. Igen. Ha ezeket a számokat ma hozza Összlonda, az elég lesz a győzelemhez? Azért ne felejtsük el, hogy Noppert a világranglista 9. helyezettje. Mindenképpen emelni kell ezeken a számokon, én szerintem. Ahhoz, hogy Danny Noppert meglegyen a találati listán. Azon Anton kívül, hogy itt most pacsisztak, találkoztak már egymással? Nem. Akartam is mondani viccesen, hogy a bevonulók alatt el is mondtuk az összes találkozóikat, mert hogy egyáltalán nem találkoztak még, ami nem is csoda, mert ugye Anton Östlund kinézete ellenére mindössze 23 éves. Fiatalabbnak nézted? Igen. Mindenképpen. Egyébként nagy szurkolótáborral jött, mert itt vannak a barátai, illetve a barátnője is elkísérte Budapestre. Jól tették. Hát meglátjuk, hogy most ezt a lécet hogyan ugorja meg. Jó kezd. Minden esetre nincsen megilletődve. Egyetlen, ezen a European Tour fordulón kívül egyetlen PDC eseményen vett részt, a kvalifikációkat nem számolva Anton Östlund, ez pedig az idei ifjúsági világbajnokság. Oda még ugye befért az a 23-as kategória. Igen, még belefért, mert ugye ő most október 6-án lesz 23, tehát még nem 23, végig tudta játszani az évet. És ott hogy szerepelt? Hát kérlek szépen a 32 között búcsúzott. Egyiket jelenleg a PDC Development Tour ranglistáján 110. helyen áll, tehát ugye viszont, igen, négy fordulón vett részt összesen Development Touron. Gondolom azon a négyen, ami a mert úgy szokott lenni a világban, ez az ifjúsági világbajnokság, ez egy napos verseny, és úgy szokott lenni, hogy előtte két napon van még két Development Tour forduló, két utolsó Development Tour forduló. És itt, ha nyer néhány meccset, akkor fölkerül a PDC világranglistájára? Idén biztosan, de ez december 30-én egy tolvonásra törlődik. Ugye, hogy nincsen túrkárdja. Még nincsen túrkárdja. Viszont 164, az kiszálló, az elment. 164-et hagy Összlund. Hírek szerint körülbelül 4000 néző várható a helyszínre ma. Az MVM domba, és lehet, hogy vasárnap még többen érkeznek az utolsó napra. Az egy szimpla, és a dupla ugyanott. Szépen menedzseli az első pályás játékát. Ennyi, ebédre ilyet. Kicsit öreg urasan kezdi a mérkőzését Noppert, ő most ezen a versenyen speciál a 13. helyen van kiemelve. És meg is van, egy tonna ez a beceneve Östlundnak, ez ironikus. Nagyon szépen végigzongorázta ezt a leget. Az esélytelenek nyugalmával. Valószínűleg akkor kapta ezt a nevet, amikor elérte a 100 kilót. Hát most sincs túl messze tőle szerintem, már nem tudom, milyen magas. Ez nem olyan, mint a box, ahol ugye a meccsek előtt 24 órával mérlegelés van. A 2022-es UK Open győztese dob. 180-at! Megjöttek a T-rexek is, ugye ők is emelték a hangulatot tavaly. Igen. Fogcimán! 41 csak Összlundnak.
ugyanazt kéne csinálni, most ezt tudnak, mint az előzőlegben, legalábbis erősen közelíteni kéne ahhoz. Hú, mennyi Dive and Boda rajongó van. És lehet, hogy a hölgy nem is holland. Szeretnek fát vágni. Csak 60. Hát ezt elengedheti Összlont. Csak 300-nál jár. Egy bullal akart kezdeni? Nem. Nem, 42-es szeretett volna. De hát ráér, ugye azért is ment így. Szépen lekerekített 40-re. Igen, itt az volt a lényeg, ugye, hogy nehogy véletlenül besokaljon. Így meg hát hatalmas mennyiség áll rendelkezésére, hogy befejezze eleget. 100-as. Igen, 140-nel lehetett volna kiszállni, ugye Östlund. Hogy tetszett a nézőknek ez a felvétel. Dárc Nagyi. 1-1. Nagyjából olyan magabiztosan hozza ezt, amilyet hozott Östlund. És a saját kezdését viszont jól csinálja Östlund egyelőre. 140-nel kezd ismét az előzőlegben is, az előző kezdését is így kezdte. Most ebédeltem egy órá, és megint éhes vagyok. Hát ennyi hotdogot mutatnak, te is csodálkozzál. Noppertnek is vannak a rajongói. Terveink szerint megpróbáljuk majd mikrofon végre kapni a hollandot, ha nyer, ha veszít. Viszont igen, ha Összlund a saját kezdéseire figyel és hozza, akkor itt meglepetés lesz. Száznyolcvan! Hát ez kell most Noppertnek. Meg kell törnie ellenfelét. Kicsit kiáll Összlund. És jön a tripla a harmadikra. Nagyon szép. 9 nyíl után 140-es kiszállon a svéd. Vissza 20-asra. És nem. Maradt lent. 76-tal 130-ig. Először Összlund próbálkozhat. Megvan az első kéne tripla. Még egy. Nincsen meg, fel duplára. Így is jó. Marad. Hasonló nagyjából a feladat Noppertnél. Megvan a tripla. Úgy van, és a bulla végére. Szép próbálkozásnak. Hát igen, de ugye nem tökéletes, úgyhogy így Összlund még azért behúzhatja a saját második legjét. Dupla 20, nagyon sokan játszanak erre. Igen. 2-1-re vezet a svéd. Majdnem egy 10-es különbség van közöttük életkorban. Igen. Ugye? 140. Tulajdonképpen éppen csak hónapokon múlik, mert igen. Danny Noppert pont szilveszterkor született 90-ben. Úgyhogy 2 hónap van köztük így a 10 éve. Jól végződött és jól kezdődött a családnak az év jövetelével. Igen. Igen, amikor ugye szilveszteri petárda durogtatás van, akkor csak azt mondják neki, na látod, miattad készült ez. Pontosan. De ezt direkt neked. Erre neki nem kell költeni. Hat van. Holland párharc is lehet ezen az ágon, mert ha Noppert tovább jut, akkor épp Van Dijvenbode-val játszik. 140. Kiszállón van már Noppert. Eddig nagyon magabiztos mindenki a saját kezdéssel. Igen, igen. Ugye ez Östlundnak kedvez. Egyelőre. 57. Megvan a tripla 20. Tripla 17. Az is megvan. Húha.
És rámegy a búra? Rámegy a búra! De ő nem Vida Mihály. Nem. Nem csinálja meg. Tisztes távolságból Özlund. Dob egy 140-et, de még nincs kiszálló. Nincsen kiszálló. Három kellett volna, ugye? Igen, igen, a 180-nal tudott volna. Vagy 174-jel. Dupla 20. Ez Özlundnak ment. Neki is. Neki is megy, úgy van. 2-2. Úgyhogy Noppert tömege 105 fölött van. Kerek 90-es Özlundé. És most nem kezd olyan jól, mint az előző két kezdésénél. Érdekes módon a kiszállózások is ugyanaz. 4-2 eddig, tehát kéz a kézben haladnak előre. Hopp, de az a pici lélektani előny mindig Özlundnál van. Mászlist a 26-tal kezdett Dani Noppert. Faragó Zsolti. Igen, a Peter Wright imitátor. És Bácsi Laci, ugye őről tudni kell, hogy Ryan Searle-ként vonult be itt még a mai nap megkezdése előtt zenére, és elmondta, hogy köve 4-5 éve szeretett bele Searle játékába. Searle is játszik ma délután, ő itt van, Bácsi Laci bácsi, úgyhogy óriási. Még parókát is vett, elmondta egy interjúban azért, hogy még jobban hasonlítson. Ugyanarra a zenére jött be. Black Sabbath, ugye, ha jól emlékszem? Igen, Sabbath zenére jön. Igen. 180! De hagy magának egy úgynevezett bogey numbert, tehát az még nem kiszálló. Nem, de... Így mondjuk egy szép kerekítés kell neki ahhoz, hogy ez a 101 ez bizonytalanná váljon egy kicsit Özlund kezében. Nem jön a tripla? 130-nál jár jelenleg, megint ledobja a harmadikat, és most nem jött a tripla harmadikra. Úgy is mondhatjuk, hogy Noppertnek már mindegy. Tripla 19, ott van dupla 12! 77. Nem jönnek elsőre a duplák, ezt tudnál. No, Noppert nem volt még ilyen közel ahhoz, hogy brékeljen egyet. A freeze. Tripla 17 kell a brékhez. Nem. Fú, és 11-es lett a 14 helyett. Dupla 12 a feladat Özlundnak. Kicsit lejjebb kell húzni. Ott is van benne, 3-2 vezet a svéd. Ez igen. Ha csak ennyi legje maradna ma, már akkor is emelt fővel távozhatna. Mindenképpen emelt fővel távozhat. Tehát az első, a debütáló mérkőzését egy színpadi versenyen megnyerte. És most is jól kiszállózik. 140. 43%-kal. Tegnap egyébként Andersen ellen 46%-kal kiszállózott. Tehát az ugyanúgy hozza továbbra is. Akkor 92-es átlaga volt, most olyan majdnem 90-es, tehát nagyon stabil Özlund. 60. Igen is, néha azért becsúszik. Ki focit szeretne nézni, Szoboszlai Dominikot, az majd egy 3-4 óra múlva kapcsolja. 180! Ez a negyedik maximumja Dani Noppertnek. Most Özlund nem dobott még egyet sem. Tegnap 5 darab 180-asa volt a svédnek. Itt van Özlund, a szem barátnője. Semmit nem lehet tudni Özlundról, nincsen adatom róla. Vasárnapi a Liverpool meccs, ha esetleg valaki azt gondolta, hogy most át kell kapcsolni, hogy föl lehet rá készülni. Oké, rend. Te is átkapcsolsz, ugye? Én mindenféleképpen átkapcsolok egy focira. Igen. Dupla 16. Pici híja volt. De nem kell izgulnia nagyon.
hova érkezik Östlund. Igen, és most már egyre kevesebb ideje van Noppertnek megoldani azt az egyetlen egy brékleget, amire szüksége van. 100, tehát már ő is kiszállón. Három nyílból mennyi? Első elég. 3-3. Ilyen Noppert számára is ugye ez egy idegörlő mérkőzés, hogy mindig csak kullog az ellenfél után. Igen, nincs meg az a látható dominancia, ami egy kiemelt játékos és egy úgymond kvalifikált játékos között van. Igen. Noppert különben legutóbb Jénába ment két kört, akkor megverte Slevint, illetve Menziszt, és aztán a végállomás Ratajski volt, ott 6-3-ra kapott ki. Viszont itt azért 103-as átlaggal robog nagyjából Noppert, most már 102 fölött valamivel. Nagyon magas az első 9 nyira is. És nagyon szépen dobja. Megint. Azért nehéz elképzelni, hogy úgy ér véget a mérkőzés, hogy senki sem hibázik a saját 6-5 Östlund. Ugye? Tehát itt valaminek történnie kell. 16. Német rajongók, srác. Hát Schindler maradt egyedül. Nagyon jó idáig, még egy tripla kell. 140, ez sem túl rossz. Hogy pillanatra azt hittem, hogy Gerven. Ő is eljött, ugye már, majd este 9:30-kor láthatjuk Michael van Gervent. Ross Smith-szel játszik, aki pénteken nagyszerű volt. Na most, 134 a dobás, 87 maradt. Itt a lehetőség Noppertnél. De még várjuk meg Östlundot. Ebből nem lesz kiszálló. Viszont egy szép kerekítés 48-ra, igen. Tripla 17 a cél. Nincs meg. Nincs. 20 és bull, akkor így kell folytatni. Így is jó, dupla 5-tel el lehet hozni a leget. És nem sikerül. Nem tudom, hogy lesz ennél közelebb Noppert. Kell egy fiasztíló? Ja, az. Igen. Jó. Hűha. Dupla 8. Meg is ott van. Véres verítékkel, de Anton Östlund hozza a negyediket. A saját negyedikét. Igen, érzi Noppert is, hogy egyre kisebb lehetőség van. Kapcsol is magasabbra. 180. Ez jó, ebben a tekintetben 5-0-ra vezet Noppert, csak ugye ez csak a statisztikusokat érdekli. Hú, 139. Jó játszik. Érdekes összeállítás. A negyedik nincsen benne. És... 57. Östlund ugye abszolút újonc European Tourokon. Teljesen, ez az első. Azért mondom, hogy ez nem semmi, amit csinál. Kvalifikációs tornákon részt vett. Egy tripla. Fölötte. Egy még kéne. Így is jó, így is kiszállón van. Östlund, hát ha jobb dob egy két triplás kört, akkor Noppert gondolkodóba eshet, de nem dob. Nem dob bizony. 57 csak. És érdekes, hogy 262-re Östlund 19-esen kezd. Nem is jött be. Nem bizony. De a 164 sem jön be. Nem, de így viszont van ideje Noppertnek egy kicsi. Jó, de nem jött tripla. Östlundnak nagyon kéne.
Á, 58. Noppert előnyben itt is. Jön a tripla 20. Hatos és a dupla 20. Egy nyíla az újbóli egyenlítéshez. Na, ez érdekes. 147. Hát 100 fölötti kiszállom, amíg itt nem volt. Ha bedobná Özlön, nagyon közel kerülne a sikerhez. Nem fogja megcsinálni. 59 csak a dobás. Na még egyszer, Nopper, dupla 20. Igen. Megvan elsőre. 4-4. Nincs még mindig break. Most már nagyon közel van a vége. Maximum 11 leg lehet belőle. Egyébként egészen az elődöntőig ilyen rendszerben mennek a mérkőzések. Ott a legjobb négy között 7 nyert legkel, a döntőben 8. Tehát nem változott a lebonyolítás. Nem kezdett jól Özlönd. Nopperté jobb ez egy a kör. Egy kicsivel. Mondjuk, ha Özlönd körönként hoz egy triplát, az még elég is lehet. És hoz. 100 pont, bizony. És hoz. Az ott egy komplet menü volt, láttad? Egy hotdog, egy krumpli, meg két kóla. Igen. Gyors kaja. Igen. Az tripla 4. Az kár volt. Ajaj. Mindössze 51 három nyillal. Nagyon kéne koncentrálni a Noppertnek. Kell egy tripla. Egy tripla muszáj. Nem jön 60. A tripla. 60. Megúszta ezt Eddie Özlönd. Izzad is ám a tenyere Özlöndnak. Nem csodálom. Tud-e nyugodt maradni? Ugye idől el szokták mondani, teher alatt nő a pálma. Igen. De ezek lesznek azok a pillanatok, amik nagyon fontosak. Gödörben Noppert játék, a 60, és egyik sem volt valami jó kísérlet. Özlönd mindig vezet ebben a legben. Hova emelte az ki? 60. Egészen elcsöndesednek a nézők. Ez a kiszálló. Na, ott egy tripla. Nagyon szép! 131-e 90-re. Özlönd 134-ről. 18-as. Nem lesz meg a 134. Hát sőt. 98-al 36-ig kerekít le. Meg kell oldani a 95 Noppertnek. Ötössel kezd. És az sincs. Ott is tripla kellett volna. 16-ra kerekített így Noppert a tripla 18-assal. És akkor Özlönd az újbóli vezetésért. Dupla 18. Dupla 9. Nem. Nem. Hoppá, itt lehet egy fordulat. Eddig körönbelül hozta Özlönd a kiszállót. Koncentrál. Igen! És megvan a break-leg. Igen, az első ilyen pillanat. És Noppert áll oda a tábla elé, hogy be is fejezze, amit elkezdett. Úgyhogy nem játszik igazán jól. Hát most persze minden relatív, mert az átlag a 97,1. Hát az nem gyenge. Nagyon, nagyon jó átlag. És 45%-os kiszállózás. Tehát a számok azt mutatják, nem, hogy mégsem rossz. Ugye az ellenfél nagyon jól menedzselte az ő kezdéseit. Az a barátja volt Noppertnek. A barát balján pedig Özlönd barátnője. Jól összeültették őket. Right fanok. Ez a terő Kalem volt előtte. Igen. Zsoltnak a párja.
Ő Kale rajongó. Ő Kale rajongó? Igen. Már itt a Faragó Zsoltinak, nem a Varta Zsoltnak. Gondoltam. Right, majd Scott Waitzel játszik, tehát az a világbajnokok mérkőzése lesz majd ma este 8-tól. Gervin Price pedig utánuk játszik majd Nathan Rafferty-vel, fiatal északírrel. Szép meglepetés csináltam. Igen. Igen. Megmentette az északír mundér becsületét. Még egy tripla kell. Nem jön, 100. Az is kiszálló már. De 208-ról jobban lehet menni. Azt hittem, elkiabáltam. Ha megcsinálja Östlund, meg is érdemli. Tripla 20. Az jó. Tripla 17. Ó, kettes! De kár. Jó, viszont a tripla 19. 38 maradt. 108-at. Noppert, ha megcsinálja, megnyeri a meccset. Egyessel kész. És ott is szektor hiba. Tripla 3. 10-nél van két nyíl után. És aztán jön egy tripla 20. 38 dupla ki. Östlund kezd. Mind a ketten tehát oda tendálhatnak. Östlund az egyenlítésért. Ott benne van! Benne is van! Ott van, visszaveszi! Őrület! Hát mit szólsz ehhez? Fogcsikorgató küzdelem, és Anton Östlund eddig a hétvége egyik meglepetés embere. Mert azért kezdeni ugye, főleg 5-5-nél, azért az nagyon nagy előny. Igen. Anton Östlundról mindössze annyit lehet tudni, a idén kezdett el kvalifikációs tornákra járni European Tourra. Az megvan esetleg valahogy mióta játszik egyáltalán? Mert ugye 23 esztendős. Semmi adatom nincsen róla. Annyi van, hogy 2019-ben már részt vett a WDF BDO által rendezett World Masters-en, de a második körben kikapott. 2022-ben ugyanúgy részt vett rajta, de akkor meg az első körben távozott. Mi motoszakkálhat ilyenkor egy fiatal játékos agyában? Átvillani, úristen, meg tudom verni a világranglista 9-jét? Vagy nem foglalkozik ezzel? Ez az, amivel egyáltalán nem foglalkozni. A dárc az igazán magányos sport. Nem a másik játékos az ellenfelet, hanem maga a tábla és te magad. 180! De még nincs garancia rá, hogy megveri. Megrázza magát Noppert, mind a 6 darab maximum az ő nevéhez fűződik. Egy tripla kellene legalább, és nem jön. A tripla! 58 mindössze. Nincs kiszállón. A 70 pont, ez gyorsan el tud tűnni. A végsőki kiel... De nem tripla öttel. Kielezett meccs. 95 a dobás, 183. Még mindig nincsen kiszállón egyikőjük se. Hát ezt nem gondoltuk volna mondjuk szűk fél órával ezelőtt, hogy még mindig versenyben van Östlund. Ismét 58, ez már 150-et ér kiszálló szinten. 183-ról. Jön a teher, Robert, jön a nagyon teher. Nagyon jó a tripla. 103-nál levált 19-esre. Nagyon jó, 84 a maradék. 150, nagyon szép feladat. Két tripla 20 vagy, két tripla 19. Nem lesz kiszálló. 60. 90-et hagy. 84-ről Noppert, így viszont megfordul a meccs képe, mintha ő kezdett volna. És jó a tripla 20. Kettő mesnyi a dupla 12-n. Elsőre benne!